Jó estét kívánok, ez a Bánó és Bolgár, a műsor mai vendége Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető helyettese. Az a helyzet, hogy minthogy önhöz tartoznak általában a belügyi és a rendészeti kérdések, azért gondoltam, hogy elsőként majd, ha itt lesz, akkor megkérdezem, hogy mit szól ahhoz, hogy nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz majd Orbán Viktornak. Ez olyan nagyon gyorsan átfutott a törvényhozáson, aztán nem derült ki, hogy ki lesz ez az illető, találgatások voltak, majd egyszer csak minden további nélkül tegnap előtt bejelentették, hogy tanácsadó testület lesz a miniszterelnök körül, egy hattagú tanácsadó testület, Bakondi György, Kovács Árpád, Kovács József, Marót Miklós, Pap Károly és Stumpf István, és hát az a célja ennek a tanácsadó testületeknek, idézem, elemzésekkel és tanácsokkal segítse a kormány és a miniszterelnök munkáját, különös tekintettel a kormányzati működés, szuverenitás, társadalmi-gazdasági biztonság, kulturális és egyéb kockázatokkal szembeni ellenálló képességére. És ezt röhögés nélkül fel tudta olvasni. Mi van itt? Orbán Viktor magányosnak érzi magát? Vagy az történt, hogy már annyi ideje kormányoz úgymond egyedül, hogy most már kéne, akire rá tudja tolni a felelősséget? Szerintem biztos, hogy van egy bizalmi válság. Ezt nem nagyon lehet máshogy értékelni ott a környezetében. Vagy csak egyszer megunta már a saját minisztereit. Mert hogy azok a témák, területek, amikről beszélünk, annak mind megvan a ma is megvan a felelőse. Ráadásul közjogi értelemben is, és politikai értelemben is megvan a felelőse, megvan a belügyminiszter, a titkosszolgálatokat és a fél országot felügyelő propagandaminiszter, akinek a felelősség körébe például ezek többek között tartoznak, sőt van ugye politikai igazgatója is a miniszterelnöknek, már a magányosságát valószínűleg azzal kezdte kezelni néhány évvel ezelőtt. Ez a politikai igazgató lesz egyébként ennek a testületnek is a vezető. Meg a múltkor, nem tudom mennyire emlékeznek rá, de hát volt egy ilyen kabinet őrület is egy-két hónappal ezelőtt, hogy átvariált a gazdasági kabinetet. Ja igen, Varga ki. Amiben a Varga nincs benne. Tehát igen, és az igazgató úr abban is benne van, tehát nyilván ő egy kulcsfigura ilyen szempontból, de nem ez az érdekes szerintem elsősorban, hanem az, hogyha van egy kormánya, abban vannak szereplők, miniszter kollégák, akikkel egyik-másikkal gyakorlatilag 10 óta folyamatosan dolgozik együtt, ahhoz képest akkor ugyanezekre a területekre miért kell egy másik brigádot behozni. Én erre nem tudom, tehát nem szoktam beszélgetni a miniszterelnökkel, bármilyen meglepő, nem tudok más megfejtést adni, mint hogy valamiért ezek szerint a miniszterei, meg akikkel együtt vezeti az országot, az őtőlük jött tanácsok nem elég jók, és akkor most finoman fogalmaztam. Nem lehet, hogy kerül látványpékség ez, hogy bármikor, Stumpfot bármikor megkérdezheti, kinek? Orbán Balázs, bármikor a Bakondi György minden héten elmondja, hogy még mennyire fokozódik a veszély a déli határon, tényleg már nem is tudjuk mennyire, szóval ezekkel bármikor... Kinek kell a látványpékség? Tehát kit fog ezzel megmutatni? A népet, hogy annyira vigyázunk rátok, hogy még egy külön nemzetbiztonsági tanács. Hát, ha a népnek ez kell, akkor biztos, hogy megnyugszik. Szerintem a saját szavazóinak az se számítana, a miniszterelnök kiállna és azt mondaná, hogy holnaptól nincs kormány se, csak én vagyok és pátensek. Sőt, az van, ez igazán. Így van, és várjuk, hogy befagyjon a Duna végre. Nekik az is egy megfelelő konzultációs forma akkor lenne. Mi végre? Még egyszer mondom, nem tudok mást mondani, hogyha ez egy valódi olyan testület, aminek a tanácsaira számít a miniszterelnök, akkor valami nagyon nagy bizalmi vagy intellektuális hiány van ezek szerint a saját környezetében, meg a kormányával szemben. Most urak, de őszintén, ha nekem miniszterelnök vagyok, és van egy kormányom, akikkel ennyi idő együtt dolgozom, akkor a saját területeik tekintetében, ha én létrehozok egy másik kört, akkor az teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy bizalmatlanság van. De... Most vagy azért, mert rájött a miniszterelnök, hogy ez a kormány nem tud kormányozni, és ez most már kezd kellemetlen lenni. De szeretném innen is tájékoztatni, és nem hiszem, hogy gyakran nézi ezt a műsort, hogy azok az emberekkel, akikkel most körülvette magát, azokkal se fog sikerülni ott. Tehát, hogy Bakondi úrról, meg a többiekkel szerintem ez az, nem hogy, fog sikerülni. Hát ha nem ér az egész ennyit, de Marót Miklós, ugye, hát még az Eötvös Loránd kutatási hálózat élén is látványosan nem csinált semmit.
ugye el is vették az is a kormány propagandában külön kiemelték, hogy Maróth Miklós orientalista. Igen. Most akkor valószínűleg azért emelhették ki, hogy akkor majd ő fog tanácsot adni a Kínával való gazdasági kapcsolatok terén, hogy, mert hogy nem, orientalista. Nem, ő inkább közel-kelet. De Bakondi, mint belbiztonsági akármi főtanácsadó. Az egész nyomás a határon, a déli határon, egyszer csak egy-két hónappal ezelőtt valamilyen gomnyomásra megszűnt, mert valamiért megtárgyalták a szerb hatóságokkal, a szerb kormányait, mégse engedjétek ide ezt a... Orbán szólt a Vucicnak, hogy talán be kéne vetni menekült, a katonaságot, mert itt már marhára lövöldöztek. Szerbek leállítanak, tehát nem, a szerbekkel kell megegyezni, nem a Bakondit kell megkérdezni. Nem hiszem, hogy Bakondi bármi olyat tud mondani, ami Pintér Sándor nem tudna, persze, még ha az ő szemszögükből nézzük is. De sokkal érdekesebb ez a nemzetbiztonsági főtanácsadó két dolog miatt. Egyik, hogy az is egy nagyon érdekes dolog, és még nem látjuk, mert ugye a nemzetbiztonsági szolgálatokat a propaganda miniszter Rogán Antal felügyeli, ami egymagában teljesen nonsens egy normális országban. De ugye az ő államtitkára volt, aki eddig ezt felügyelte, most pedig a miniszterelnök közvetlenbe került át ezzel a nemzetbiztonsági főtanácsadóval. De még nincs kinevezve. Nincs, hát még nem tudunk róla. Csak, hát, hogy annyira titkos, hogy soha nem is sincs meg, csak beterjesztették és át. Ez nem így van. Ezt vagy a törvény mondani. Már megszavaz? Na, tehát lemondott a köztársasági elnök, lemondott a volt igazságügyminiszter. Azt gondolom, hogy 90 óta ilyen szempontból a legnagyobb közjogi botrányt és alkotmányossági válságot élte meg az ország, mert az ilyen nem nagyon volt még, hogy egyébként a legmagasabb közjogi méltóság egy döntése miatt, tehát nem azért, mert véletlenül hazudott a diplomájáról, vagy valami nagyon hasonló történt vele, hanem azért, mert konkrétan köztársaság elnökként hozott egy döntést, ami az egész országot felháborított, ilyen nem volt még. Talán emlékeznek rá, hogy azon a héten 3-4 nap hallgatás után egyszer csak miniszterelnök kipenderült, és egy ilyen TikTok videóval bejelentette, hogy benyújtott egy alaptörvénymódosítást, és innentől kezdve a köztársasági elnöknek nem lesz joga ilyen döntést hozni. Minden erről szólt. Mi volt az az egyetlen törvény, amit múlt héten a parlament az első ülés napjaiban tárgyalt? Akkor ez a nemzetbiztonsági főtanácsadó. Ez. Ez az egyetlen törvény, amit tárgyaltunk, nem volt alaptörvénymódosítás, nem volt köztársasági elnöki kegyelem, nem volt pedofiliával kapcsolatos, pedofilia elleni harccal kapcsolatos BTK büntetőeljárási törvény, vagy bármi más, semmi nem volt. Egyetlen egy törvény tárgyalt a parlament sürgősséggel 24 óra alatt letárgyalta és el is fogadta, az az volt, ami a legfontosabb ma Magyarországon, hogy Orbán Viktornak kell egy új miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki státuszában a szintén úgy nemrégen kreált politikai igazgatóval egyen rangú, tehát kvázi ilyen szinte tárca nélküli miniszterként lehet őt definiálni, és minden titok hozzá tartozik. Azért tettem ezt az asztalra, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most arról van ez szó, hogy, vagy hát hogy lehet ezt értelmezni, hogy gyakorlatilag a Rogántól elveszi a miniszterelnök egy személyen keresztül ezt? Vagy mit kell ezen a dolgon tisztelni? De én szerintem mindent elmond róluk, mindent. Hogy egyetlen egy javaslat, még a benyújtott alaptörvénymódosítást még csak tárgyalni se kezdte el a parlament, ami ebbe ezt a botrányt meg az ország szerintem teljesen jogos egyöntetű felháborodását okozta a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Csak az volt a fontos, és miután én voltam a pártom részéről, és pont azt mondtam el a felszólásomban, hogy hát gyerekek, hát a GDP gyakorlatilag nemhogy nőtt, nem nőtt, hanem hogy csökkent. Hogy olyan infláció volt az elmúlt években, amiket nem látott ez az országban nagyon régóta. Hogy az államháztartási hiány, a költségvetési hiány, a túlköltekezés már az első hónapban több, mint a Covid alatt egyébként volt bármikor. Hogy most már megjelentek a számok legújabban, azt nem tudom, figyelték-e, ami a zászlóshajója volt eddig a kormánynak, hogy milyen jó dolgozik.
hogy csökken a foglalkoztatottság, és növekszik a munkanélküliség, és ez egy spirál, együtt az egész, az egy olyan spirál, ami csak örült a Nagy Márton ennek? Azt mondta, ez egy átmeneti állapot, és tiszta haszon, hogy növekszik a munkanélküliség. Azt biztos vagyok benne, és azt már kérdezzük meg azokat, akiknek zár be itt Budapesten, meg Pest környékén is az különböző üzemek, jellemzően nyugat-európai üzemek csuknak be, és mennek el az országba, hogy ők ezt hogy élik meg. De azt akarom csak mondani, hogy ez ebben a helyzetben, meg a köztársaság elnöki botrány idején tényleg ez a legfontosabb. És az államtitkár az expozéjában, ami nem volt több 4,5 percnél, ugye 30 perc van rá, talán nem véletlen, nem nagyon van ezen mit magyarázni. Szerintem ők se értik, hogy mi ez. Azért kimondta a tutit, mondtam is neki, hogy bár nem akart őszinte lenni, valószínűleg mégiscsak sikerült, mert majdnem szó szerint azt mondta, hogy azért van erre szükség, hogy a miniszterelnök akarata minden körülmények között érvényesüljön. Ezt mondta így a szájában. Hoppá. Egy titkos szó, egy nemzetbiztonsági főt. A fő tanácsadón keresztül fog érvényesülni de most értik, a miniszterelnök nem. Tehát, akarata? Hogy elmondtam, hogy mi van ebben az országban gazdaságilag, hogy politikailag hogyan fordulhatott az elő, hogy a kormány nevében például egy igazságügyi miniszter ellenjegyzi ezt. A kormány nevében. Hazudoznak itt össze-vissza, hogy Varga Judit magándöntése volt. Varga Judit a kormány nevében jegyzi ellen, nem a, hogy mondjam, a saját nevében, vagy a kis családja nevében, vagy a titkársága nevében, hanem a kormány nevében jegyzi elő. És pontosan tudjuk, hogy például a még a nevét se szívesen, vagy tudom jó megjegyezni, a Magyarok Nyila is fehér Budaházi. Budaházi féle őrületnél a kormány tárgyalta a kegyelmi ügyet, tehát senki ne mondja már nekem. Az elnök pedig külön megindokolta, hogy mi. Senki ne higgye már. Miközben most azzal jöttek, nem kell indokolni a kegyelmi ügyet egyáltalán. Persze. Akkor a Budaházinál miért indokolt? Szóval ebben a helyzetben megkaptuk a megfejtést, mi a legnagyobb baj Magyarországon? Hogy nincs nemzetbiztonsági. Ezek szerint még nem minden körülmények között érvényesül a miniszterelnök akarata. Egészen elmebeteg. Na de akkor azért én kérdezek valamit, ha ezt ilyen gyorsan át kellett nyomni, azért, hogy mindenben érvényesüljön a miniszterelnök akarata, akkor miért nem tudjuk, hogy ki ez az ember? Elképzelésem sincs. De ahogy láttam a tanástalanságot a vita alatt is, a fideszes vezérszónoktól, a képviselőktől és magától az államtitkártól is, szerintem nekünk sincs fogalmuk sem. Mert hát ugye emlegették ezt a Kovács József nevű embert, hogy majd ez lesz a főtanácsadó, aki egyébként Kovács Árpád fia, annak a Kovács Árpádnak, aki most benn van a hatfős testületben. Nem tudom. Nem tudom. Akkor térjünk át a válságra, mert ugye ez a Orbán kormány alatti legsúlyosabb politikai, közjogi, alkotmányos válság, ez nyilvánvaló. És bár Orbán megpróbálta néhány nap alatt lezárni, ezt egyesek még komoly eredményként is elkönyvelik, hogy látják. Hát tessék megnézni, hogy milyen gyorsan, profi módon elintézte, pik-pak, igen, sikerült kineveztetni, megválasztani egy új államfőt, aki azonnal aknára lépett, mert nyilvánvalóan nem nézték meg alaposan, nem vizsgálták meg, nem világították át. Alkotmánybírósági elnöknek jó volt, még a nevét se ismeri senki, akkor biztos tökéletesen megfelel névtelen köztársasági elnöknek. Erre kiderült, hogy hát az édesapjáról enyhén szólva súlyos valótlanságokat állított, és a mai napig nem tisztázta, hogy pontosan miért. Szóval ebben a dupla, ha tetszik, dupla válságban, belpolitikai válságban mit tud tenni az ellenzék, mert látszólag hatalmas tér nyílik meg előtte. Mikor, ha nem most? Hát ez egyrészt nem véletlenül tudta lezárni a saját szempontjából ilyen gyorsan a miniszterelnök a válságot, amit egyébként reálisan ez nem így van, közjogilag így van. De azt gondolom, hogy ott már elvált mindenki számára például, hogy világossá vált, hogy ez a köztársasági elnök, ez nem gyógyír lesz a problémákra, hanem további súlyos. Egy újabb probléma. Egy újabb probléma lesz maga is, már csak a kiválasztás és a megválasztása miatt is. Lett volna most egy kegyelmi pillanat egyébként, amikor a miniszterelnök megtehette volna, vagy eljátszhatta volna legalább, hogy ebből a második fiaskóval, lássuk be, tehát a kormányzása, mostani kormányzás volt a második köztársaság bukik meg, hát egészen elképesztő.
és mind a kettő erkölcsileg vállalhatatlan okokból, hogy akkor legalább, ha nem is lesz közvetlen köztársaságelnök választás, amit például az MSZP 89 óta szorgalmaz és többször asztalra is tette. Pedig most megkapták azt, hogy amíg önök voltak hatalmon, addig eszükbe se jutott ez. De ez nem igaz, egyszerűen nem ment át a parlamenten, ennek több oka van, de többek közt az, hogy a Fidesz is ellene szavazott abban a helyzetben, de az SZDSZ se segítette ezt a folyamatot, már pedig kétharmad nélkülük akkor nem volt. De mindegy. Meg hát volt egy népszavazás, ahol szintén ugye az első körre, még 90 után rögtön ez nem kapott többséget. De hogy, tehát ha már nem is lesz ez, legalább egy demokráciában, ahol nincs valakinek kétharmada, ott muszáj ezt a formulát végig vinni, és szerintem ez a normális, hogy van egy tényleges jelölés. Van egy grémium, amiben benn van az összes párt, ahol elmondják a jelölteket, ahol megpróbálnak megegyezni, és akkor esetlegesen valamilyen konszenzusos személyt ki lehet ebből hozni. Nyilvánvalóan kísérletettek rá, hiszen egy csütörtöki, talán verőfényes délelőttön a Fidesz frakcióvezető Kocsis Máté egy Facebook posztba, talán ha jól emlékszem, megtájékoztatta a közt, hogy akkor Sulyog Tamás lesz, és hétfőn reggel 9-ig lehetett még javasolni mást, majd hétfőn délután, nem tudom én, 4-kor, vagy 5-kor, vagy 6-kor már szavazott is róla a parlament, ez egy vicc. Az is vicc, hogy Sulyog Tamás eddigi tevékenység alapján bárki a szakma és a pártatlanság hősének állítsa be, mert ennek csak az ellenkezőjét lehet bebizonyítani, amióta ő az Alkotmánybíróság elnöke. Egészen nonsensz és durva ügyeket is az asztalra lehet tenni. Nekem 2-3 rövidet gyorsan ad említ, csak az egyik az a 2022-es választásokkor, amikor a Rogánféle propaganda brigád a Covid helyzettel visszaélve a vakcinára regisztrált állampolgárok. Ez a vakcinainfós. Vakcinainfós dolgaival visszaélve. Igen. Ugye nem csak, hogy politikai kampányt folytatott állami infrastruktúrán, hanem nettó a politikai ellenfeleit gyalázó, mocskoló üzeneteket küldött minden kedves állampolgárnak, aki azért regisztrált erre, mert az életét és az egészségét féltve az államtól kért segítséget. Erre még a kúria is kimondta, hogy ilyen már pedig nincs. És ekkor ezért mondom azt, hogy Sulyog úrnak már az első kegyelme megvolt, ez Rogán Antalnak adott kegyelmet, mert az Alkotmánybíróság elnökeként szaladt, és soron kívül azt a döntést hozta, hogy már pedig ilyet. Fölírva a bíróság, már pedig a ilyen kúria döntét, már pedig ezt itt Magyarországon, legalábbis a Tóninak, azt lehet. Egészen elképesztő. És egy lélektani pillanatban az egy komoly dolog lett volna a 22-es választások tényleges befolyásolása és tisztasága tekintetében, jogilag is, hogy több millió embert a kormány törvénytelenül, kimondva, hogy törvénytelenül befolyásolt. Ezt ő szaladt gyorsan és kimosdatta őket, gyakorlatilag, ahogy mondtam, kegyelmet adva még nem is köztársasági elnökként Rogán Antalnak. Tudnék személyesebbet is mondani, mondja. De már hogy a pártunkat is érintő, hogy rágalmazási ügybe sikerült első, másod, harmadfokon egyirányú döntést az Alkotmánybíróságon az MCC-vel kapcsolatban, az MCC perelte be a képviselőtársunkat, mert csúnyákat mondott róla. Első, másod, harmadfokon elmondta a bíróság, hogy már pedig amit mondott, az belefér, sőt nem is lehet belekötni. Az Alkotmánybíróság fogta magát, és előről elkezdeti az eljárást. Egy nyomvat rágalmazási perben a háromfokú bírósági egybehangzó ítéletet fölrúgja, és azt mondja, hogy kezdjétek előről. Hát gyakorlatilag azt sem mondhatnánk azt, hogy ez már fokú felségsértés címe, vagy nem tudom, tehát hogy biztos az MCC-ről nem lehet semmi. Molnár Zsolt volt az, aki kiállt és sajtótájékoztatót tartott akkor éppen a kikötő privat, a balatoni kikötő ügyében. És most nem akarom belemenni részletekbe, de a legnonszenszebb része az, hogy az volt a baj, hogy nem a jó kikötő előtt állva tartotta a sajtótájékoztatót, a közki ott. De ugye az egy magánterület, ahol nem lehetett bemenni, ott a mellette lévő nagy kikötőnél tartotta a sajt, és mind a három bíróság úgy ítélte meg, hogy az ügy szempontjából, mert amit elmondott, az releváns, hát és úgy van. Az ügy szempontjából, hogy a háttér nem releváns. Pont az a van a másik, ez nem
az a szintű dolog, hogy rágalmazás, vagy becsületsértés, vagy bármilyen. És a rágalmazás az az volt, hogy nem jó kikötőt loptunk el. Tehát, hogy nem tudom, értik-e. Ez Ilyen, volt az állítás. Hogy? És mindáron bíróság azt mondta, hogy tessék a biciklit eltolni, azért ez nem az a kategória, hogy az összes többi állítás, az tényállítás, és nem tudom. És a harmadik? Hát a harmadik, amit már szóvá tettünk, hogy azért abban a meggyőződésben, hogy a köztársasági elnök szakmaisága mennyire van rendben a jogi elfogultságon túl. Ugye azt az ügyet hoztuk elő, és ezt Tóth Bertalan frakcióvezetőnk hozta először így nyilvánosságra, hogy azért 2019-ben Súlyog Tamás még Novák Katalin társaságában arról értekezett, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszerrel valószínűleg semmi gond nincsen, és nem is lehet. És ezt abból szülte rá a beszédében, hogy ehhez a remek alkotmánybírósághoz szinte egyáltalán nem érkezik panasz a magyar gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban. Tehát, hogyha erre lehet számítani tőle például jelen pillanatban is, akkor az azért okoz némi gondot. De sajnos sok olyan ügyet tudnék még felsorolni, ahol az alkotmánybíróság egyszerűen nettó szaladt, és a magyar kormány érdekeit, politikai érdekeit szolgálta ki, és nem egyben Súlyog Tamás személyesen előadó. Tehát akkor érted, hogy miért őt választotta Orbán Viktor? Igen, én azzal kezdtem, hogy azt a lélektani pillanatot, hogy mondjuk ezen a ponton valami minimális konszolidációt létrehozzon, és azt mondja, hogy akkor keresünk valakit, aki mindenkinek elfogadható, olyan túl sok vizet azért egy köztársasági elnök az informális politikai hatalmán kívül nem tud okozni, mert maximum nem írja alá a törvényt, azt visszaküldi második olvasatba, és akkor majd másodszorra is elfogadja a kétharmat. Tehát ennyit tud csinálni, meg annyit tudna csinálni egy tisztességes köztársasági elnök, hogy valóban megosztó, vagy épp pont nem megosztó, hanem csak és a Fidesz érdekeit szem előtt tartó törvényeknél a maga politikai erejével is föllép, és azt mondja, hogy gyerekek, eddig és innen tovább nem, mert ez már nem a nemzet érdekét szolgálja. Ennek persze hosszú távon lehet kockázata. Mert ha lenne egy ilyen ember ebbe az országa, most mondom önöknek, hogy szerintem pillanatokon belül a legismertebb és legnépszerűbb közjogi szereplője vagy politikusa lenne egyik pillanatról a másikra az országnak, és az már tudja veszélyeztetni nyilvánvalóan Orbán Viktor hatalmát is, és nem is kéne hozzá sokat tenni. Csak egy olyan pozícióban tisztességesen, egyenes gerinccel néha azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Na de hát Orbán úgy látszik a nem ez lesz további megosztás és a további szakadék mélyítés politikáját folytatja, mert úgy gondolta, hogy ez eddig is bevált, és most is ez lesz a megoldás mindenre. De közben a magyar társadalom egy jelentős részét megrázta, még a fideszeseket is, ez a kegyelmi ügy, és ha még a súlyok ügy nem rázta is meg, mert erről még nem nagyon szereztek tudomást, de biztos, hogy nem erősíti a bizalmat az új köztársasági elnökben és az intézményben és a kiválasztásban. Szóval ezért kérdezem még egyszer. Hát arról, csak még egy mondat erről, arról nem beszélve, amit említett az elején, hogy akkor az édesapjával kapcsolatos, hát az egész ügy sem semmi, azért a 20. század borzalmait is, meg belpolitikai dolgait is jól szemlézi szerintem, vagy mutatja be, de konkrétan az, hogy ő miért mondott valótlanságokat ezzel kapcsolatban. Mert ha gyerekként neki elmesél valaki valamit, és az nem úgy van, az szerintem egy Lehet. De azért alkotmánybíróság elnökeként mondta már ezt a sztorit, tehát Ez a minimum lett volna, hogy alkotmánybíróság elnökeként, vagy egyszerű alkotmánybíróként, vagy egyszerű jogászként utána nézek hát ennek, hogy milyen igazságtalan kovolt vádak alapján ítélték halálra az apámat, tisztára mosom a nevét. Erre és utalok. Ezt 90 után... Te biztos vagy abban, hogy ő nem nézett utána? Nem vagyok benne biztos. Utána nézett, csak utána úgy nézett. Döntött, hogy ezt a narratívát fogja ezt nem tudjuk. A közvéleménnyel megismertetni. De most, ha meg, csak ezt akarom mondani, hogy ha meg tudja, hogy nem az, és mégis mást mond, effektíve hazudik, hát nem lett máshogy. Világos. Azért jogászként annak tudnia kell, hogy van egy része, ami politikai, van egy része, ami jogi következményekkel is járhat. Ebből a ez megint ugyanaz, mint Novák Katalin, hogy azt gondolták, hogy ezt is nem lehet. Fog kiderülni. Még. Most az nem gondolta ő végig, amikor Orbán fölkérte erre a posztra, hogy majd valamelyik történész
kideríti, hogy ő 2000 akárhányban a kolozsvári krónikának mit nyilatkozott a saját családjáról. Már lehet, hogy rég el is felejtette. Csak hát amikor engem kijelölnének egy ilyen posztra, hát azért úgy végig gondolnám, hogy... Nem csak ő, hanem a kormány illetékes szerve, amelyik megvizsgálja az illetőnek az alkalmasságát, miket mondott, mi támadható, mi a bizonytalan. Hát át kell világítani egy köztársasági elnököt, ilyenkor nem? Ilyenkor nincs ilyen C-típusú dolog, vagy azon nem néznek egy ilyet? C-típusú átvilágítás ellen helyzetben, politikusokkal szemben, vagy papíron érdekében, mert ugye ez azt jelenti, hogy én is ne legyen támadható. Nem, hát nem, ez arról szól, hogy egyrészt ne legyen zsarolható, tehát hogy minket, mi C-típusú nemzetbiztonsági védelemben részesülünk, igen. Csak szeretném őket tájékoztatni, tehát minket nagyon véd a Rogán által felügyelt titkosszolgálat, de egyébként a dolog tényleg arról szól, hogy a Honvédelmi Rendészeti Bizottságának alelnöke vagyok, Nemzetbiztonsági Bizottság, Külügyi Bizottság tagjait kell ilyen védelemnek alá vetni, ez mindig így volt, és logikus is, tehát meg kell nézni, hogy ő maga okoz-e bármilyen kockázatot az ország szempontjából. Ilyen is volt már egyébként, hogy ezt jelezték, megállapították, és valamelyik frakció utána nem is azt a képviselőt adta le, illetve folyamatában elvileg normáliséknál valóban védelmet is jelenthet, akár azzal is, hogyha az ember gyanús üzeneteket vagy megkereséseket kap külföldiektől, ezt jelenti, jelzi, akkor a hivatal, illetve a hatóságok az elhárítás utána megy, és a kell leszedi róla. Tehát ez egy létező intézmény. Se a miniszterelnök, én a legtöbb tudomásom, majd biztos vagyok benne, se a köztársasági elnök ebben nem esik bele. Én értem, tehát hogy ebbe a C-típusúban nem esnek bele. Orbán Viktornak a mai napig nincs C-típusú. Igen. De azért az mindenképpen kell, hogy működjön, hogyha kiválasztunk, kiszemelünk valakit egy ilyen fontos posztra, egy ilyen válságos helyzetben, akkor megnézzük, hogy nem támadható-e, nem? Persze, de hát ugye, mint az előbb elmondtam, 4 nap alatt sikerült ezt összekalapálni, hát ez egyrészt, másrészt, de gondoljunk meg bele, hogy hát második, harmadik közjogi tisztséget töltötte be eddig is. De hát olyan súlyos alkotmánybírósági elnök volt, hogy a lőtéri kutyát nem érdekelte eddig, hogy mit mondott hol. Senkit nem érdekelt, hogy ő kicsoda és mit csinált. Nagyjából neki be is árazta annak, hogy teszi a dolgát. Amit az előbb elmondtam már 1000 példával, hogy miről van szó. Én lehet, hogy azt gondolták, hogy miután már legalább a 3-as számú a köztársasági miniszterelnök, házelnök, 3-4 alkotmánybíróság elnök, akkor ugye ez nyilván biztos, bízhatatlan, igen, akkor ez... támadhatatlan. De még mindig az az alapkérdésem. Tényleg példátlan válság volt és van. És a társadalom is láthatóan érzi ezt az erkölcsi válságot, és erkölcsileg is felelőssé teszi, még akár a rezsimet is, talán Orbánt nem, de például ez a Magyar Péterféle kiugrás azt jelzi, hogy még belülről is, ha kimondottan Orbánra nem is, de azért mutogat rá ő is, a társadalom jelentős része úgy érzi, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Az ellenzéknek nyitva állna az út. Milyen út? El tudnak-e indulni rajta? Hogyan tudnak? Ebben nagyon világos válaszunk van, és nem most a köztársaság lemondása óta mondjuk ezt, hanem az elmúlt hónapokban már konkrétan az utcán aláírás gyűjtünk ennek érdekében, és az elmúlt egy évet azzal töltöttük, hogy igyekeztünk, ezt talán ebben a stúdióban is beszéltem róla, sőt biztos vagyok benne, mert tavaly januárban küldtük az első levelet a többi frakciónak, hogy értsük már meg, hogy ebbe a rendszerbe föl kell nőni a feladathoz, és egy EP választáson sem, pláne egy önkormányzati választáson sincs annak itt az ideje, hogy egymással versenyezzünk még pluszba a Fidesz mellett. Mert hogy most van több olyan párt, országos parlamenti párt, amelyik hivatalosan azt tűzte a zászlajára, hogy nem, soha, majd most megmutatjuk. Amiből van egészen megmosolyogtató, aki mondjuk ezt 2%-ról mondja egy listás EP választáson, az ő fejükben nem tudom, mi lehet, hogy őszinte legyek, mert ugye azt mindenki tudja, hogy az a párt, amelyik elindul így külön, nem ugorja meg az 5%-ot, annak a szavazatai a bent lévő pártokra leadott szavazatok arányába oszlanak szét. Magyarul a ráadott szavazatok több mint fele a fideszes mandátumot fog okozni.
Tehát végignyomok egy kampányt, elhívom az embereimet szavazni, és a Kovács Pista bácsi eljön rám szavazni, és a végén a fideszes képviselő fog az ő szavazatából beülni. Teljesen nonsens. De politikailag is egy ilyen pillanat volt, volt szerintem a köztársasági elnök lemondása körüli káosz és válság pont ezt mutatta. Én azt gondolom, és ez a magánvéleményem akkor, akik most azt mondják, hogy nem kell itt semmit együttműködni, majd most mindenki mutassa meg, hogy mit tud, meg mit nem tud, ezt már számtalanszor elmondtuk, matematikailag kimutatható, hogy minimum 2, inkább 3 mandátum mínusz az ellenzéknek, és plusz a Fidesznek, hogyha az ellenzéki pártok külön-külön indulnak. Ez még csak a mandátum, mert ugye ennek a hatása, hogy veszi ezt a társadalom, hogy na, már megint a Fidesz győzött, az ellenzék vesztett, ezt leírhatatlan. És ugyanannyi szavazat mellett 2-3-mal többet fog kapni a Fidesz, ami a jelen 21-es mandátumszám mellett azt fogja mutatni, hogy 2/3 tiszta győzelmet fog a Fidesz aratni. És a második rettenetesen legnagyobb ellenzéki párt meg majd elmondhatja, hogy van 3 mandátuma a 15 Fidesz-szel szemben. Ez mi? Ez eredmény bárkinek? És mondjuk a másik ilyen párt, aki volt, bocsánat, kifejezetten most a Momentumra gondolok, aki most kivont kardal rohangászik, hogy majd most megmutatjuk, fog kapni 1 mandátumot, esetleg újra 2-t, mint múltkor? A 15 fideszes mandátum mellett? És akkor az mire lesz jó? Én annyit ezt akarom mondani, hogy magánvélemény, nem tudok más mondani, amit gondolok. Akik ezt az utat járják most jelen pillanatban, azok lemondtak arról, hogy 2024-ben, vagy akár 26-ban Orbán Viktor le lehessen mondani. Hát ez az, ez már 26-ot is előrejelzi. Nem, ők már 30-ról gondolkodnak. Már úgy értem, hogy 26-os vereséget is előrejelzi. Így. Aki ezt most, ezt az utat eldöntötte és elindul rajta, ő világosan eldöntötte, és sajnos ezt is üzeni, hogy majd lehet, hogy 6 vagy 8 év múlva lesz valami, majd én addigra egyedüli erőként, vagy nem tudom, tiszta akár miként oda fogok érni, a többi meg pusztuljon, amerre van. Hát ez egy legitim stratégia, bár a politikában mondja, minden stratégia legitim, ami legalábbis békés, de egy normális országban még dönthet is így egy párt szerintem, egy normális helyzetben. És akkor ez a válaszom az ön kérdésére. Mi megmondtuk, együtt kell működnünk, együtt kell indulnunk az LP választáson is, az önkormányzat is, itt Budapesten is. Mert a legnagyobb őrültség nem egy be nem váltott remény, hogy mondjuk legalább fej-fej mellett leszünk az LP választáson. Bizonyos számítások szerint a teljes ellenzéki összefogással akár még egyet több mandátumot is lehetne szerezni, mint a Fidesz az LP mandát, az LP választáson, hanem el lehet veszíteni a meglévő szabadságot itt Budapesten is. És aki ezzel szórakozik, szerintem az már nem hiba, az már bűn. Ami megoldásunk az, mi például most március közepéig aláírásokat gyűjtünk, mind az utcán, az ország minden részén, mind online, az a célunk, hogy 100 000 aláírás meg is legyen, jó úton haladunk ehhez, egyébként jól fogadják az emberek, nem meglepő módon, mert a DK szavazók 80%-a is együttműködés párti, a Momentum szavazók több mint 2/3 is együttműködési párti, akármit mond most az elnökük. De nem látok más megoldást. És még egy pont, amit mindig el szoktam mondani. Hát az a július 1-jével Magyarország lesz a soros elnöke az Európai Uniónak, Orbán Viktor vezényletével. Ha június 9-én Orbán Viktor megkapja a 2/3 mandátum arányt, akkor az nem csak belpolitikailag lesz egy borzalmas üzenet, hanem az egész uniós rendszerben azt mondhatja, és legitimen mondhatja, ha tetszik nekünk, ha nem, leül az asztalhoz, és azt mondja, nagy gyerekek, most mindenki fogja be a száját, jó? Van még valaki köztetek, aki ennyit szavazatot kap? Én 2/3 támogatottsággal ülök itt ennél az asztalnál, mindenki más most már maradjon csöndben, és foglalkozzon a saját dolgával. Ez is múlik azon, semmi máson, még egyszer mondom, ugyanannyi szavazat mellett, maga csak a mandátum elosztási rendszer miatt. Ha együtt indulunk, akkor ugyanaz az X millió szavazat 12-13 mandátumot, vagy 11-12 mandátumot is hozhat, meg hozhat 6-7-et is a teljes ellenzéknek. És szemlátomást még mindig a személyes ambíció, a nem tudom milyen meggyőződés, vagy a
vagy a hosszú távú stratégia, hogy most nagyobb, rosszabbakat nem mondjak, még mindig felülírja azt, hogy egyébként van itt egy kegyelmi pillanat ebből a szempontból is. Aztán, hogy Magyar Péter például mit tervez meg, mit nem, és az föl tudja borítani ezt az egész, vagy föl akarja egyáltalán borítani az LP választásokig ezt az egész, bocsánat, hogy ezt mondom, én is ezt mondom, vergődést a mi szempontunkból is. Még egyszer mondom, mi MSZP-ként világosan elmondjuk, hogy szerintünk mit kéne csinálni. Azt nem tudom, de majd meglátjuk március 15-én, minek az ászlójának, aminek a milyen bontása minek lesz. Minek az ászlója alatt mennyien, igen, és mit akarnak. Azért már csak pár percünk maradt, de mint hogy a rendészeti kérdésekkel szokott foglalkozni elsősorban ez a területe. Minek tulajdonítja azt, hogy egy olyan szituációnak tulajdonképpen semmilyen következménye nem volt, hogy egy rakás bűnöző meg tudott szökni a házi őrizetből, mert valami szerződés határidejének be nem tartása miatt egyszer csak leállt Magyarországon a nyomkövető rendszer, így aztán kisétálhatott otthonról egy pedofil, akit azóta is keresnek, meg még néhány ember, nem is lehet tudni, hogy hány ember szökött meg, ki nincs a házi őrizetbe, és ennek semmilyen következménye nem volt a belügyminisztériumban. Ez hogy létezik? Hát ezt leginkább tőlük kell megkérdezni. Én a magam részéről tavaly szeptember végén ezt az ügyet az asztalra tettem, írásbeli kérdéssel fordultam a belügyminiszterhez. Mert nekem jelezték, mint a Humanitárius Bizottság alelnöke, rendészeti bizottság alelnöke, ezt többen a szakmából, tehát az érintettek, a rendőr, a BV-s, hogy képviselő úr, képzelje már el, nem működnek a lábbilincsek. Hát a rendőröknek kéne kimenni több száz emberhez, ha örülnek neki, hogyha járőrautóba bele tudnak ültetni egy rendőrt, és végig tudnak menni a főutcán, nem hogy még naponta kétszer kirohangásszanak még, tudom én, fejenként 10-20 címre. Nem tudják teljesíteni, ez világos volt. És ugye annyit lehetett hallani, hogy a szerződés nem teljesítik, ez a cég lekapcsolta a rendszert. Azóta már azért oknyomozó újságírók ezt egész jól felderítették, hogy itt valószínűleg sem máshol nem volt szó, és ezt a parlamentben így elmondtam az államtitkárnak, nyilván egy kukkot nem mondott, nem is cáfolta, hogy az egyik oligarha banda, a másik oligarha bandával háborúzva a belügyminisztérium ezen kis húsos fazékját, ami egy állandó szerződés ennek az informatikai rendszernek a működtetésére, amit lehetett olvasni, meg hallani, a Rogán-féle csapat elvette a Pintér-féle csapattól. És amíg ez meg nem történt, addig maga a rendszer volt az áldozat, mert inkább lekapcsolták, csak legyen világos, hogy ennek a szerződésnek ott vége van. Ez az, amit újságírók ebből a dologból kiderítettek. Nem mondjuk, hogy nem lett következő. Nem bukik meg egy belügyminiszter egy ilyen szituáció. Se, de nem igaz, hogy nem volt következménye, mert volt következménye, mert többek között egy elítélt pedofil megszökött az országból. Na, annak nincs következménye. És persze olvastunk most a közlönybe olyat, hogy valamelyik helyettes államtitkárt egyik pillanatról a másikra fölmentettek, aki mondjuk, nem tudom, legalább 20 éve szakmailag, az én tudomásom szerint szakmailag felkészült módon végezte a dolgát, és arról én hallottam azt, hogy valami hibát követett el, de most csak nem akarok nevet sem mondani, meg nem az én dolgom, de szerintem még csak köze nincs a területnek se, akit felmentettek ehhez a dologhoz. De valódi felelőse sem. Mert de minek van, urak, minek van itt felelőse ebben az országban? Most leszámítva már az egészen elképesztő tényt, ami a köztársasági elnök lemondása körül történt, mert ugye azt ott nem lehetett eltitkolni. De ott is meglett a következmény, mert ugye a határozat, nem határozatok tára, hogy hívták a magyar közlönybe? Nem, a bírósági kúriai döntések tárát. Igen, igen. Az lett következmény, mert azt is fölfüggesztették már, hogy még egyszer. De azért most már visszaállították, mert hogy semmi értelme. Egészen durva és elképesztő dolog. És egyébként, ahogy mondtam, az érintettek ezt látják, érzik, jelzik. Azt tudom, hogy amikor én bejutottam az írásbeli kérdésemet, ez a bizonyos pedofil, ez 5 nappal később szökött meg. És amit én választ kaptam, azt tudják mi volt? Az volt, hogy annyiban elismerték, hogy baj van, nem, azt nem hazudták, hogy nincs, de ezt ilyen körmönfontan, hogy elismerték, hogy a rendőrök,
Tehát nem azt mondták, hogy nem működik a lábbilincsrendszer, hanem megerősítik, hogy a rendőr kollégák ellenőrzik a... Na, ezt ilyet nem kérdeztem, de ugye ez volt a... Ezzel beismerték, hogy nem megy a sztori, és utána felvilágosítottak engem, hogy a rendszer további fejlesztése és átgondolása zajlik. Na ennyi, és amíg ezt írták ezeket a sorokat, többek közt az a pedofil elkövető lelépett az országból, és ha jól tudjuk, valahol Kárpátalja felé elhagyta az országot, és valószínűleg soha többet nem is látjuk. Köszönjük szépen Harangozó Tamásnak, köszönöm szépen a lehetőséget. Itt volt, önöknek is köszönjük a figyelmet. A Bánó és Bolgár következő adásának vendége Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, korábbi amerikai tudósító lesz. Viszontlátásra!